A Hercegnő és a béka című mesefilm zenéjével kezdődött a Mesélő dallamok című este a Krisztus Király plébánia közösségi házban. A Vox Mirabilis kamarakórus a Molnár Antal zeneiskola növendékeivel közösen állított össze repertoárt a 90-es, 2000-es évek és napjaink legszebb Disney meséiből. A zenés eseményt második alkalommal szervezték meg, most is nagy népszerűségnek örvendett a kicsik és nagyok körében egyaránt. Ezeket a mesefilm zenéket énekelni nagyon nehéz. Összepróbálni szintén, sőt nem csak énekelik, hanem el is játsszák, tehát koreográfia is van hozzá, és éppen ezért nem olyan egyszerűek ezek, tehát nagyon-nagyon kell rá készülni, viszont olyan izgalmas és annyira szeretik énekelni, a közönség is nagyon szereti ezt, úgyhogy reméljük, hogy ennek még folytatása is lesz. A koncert megálmodója Zemlényi Eszter operaénekes énektanár, akinek célja az volt, hogy könnyű zenét is csempészen tanítványai mindennapjaiba. Ők válogatták a dalokat, hát ismerték ezeket a mese dalokat, amik között így felnőttek, és hát vágyaikat hozták el nekem. Aztán megnéztük, hogy ez működik-e a hangukon. Az egész felkészülés egy nagyon, nagyon vidám, nagyon jó hangulatban telt, és ami még többé teszi, nagyobbá, nagyobb horderejűvé teszi ezt az estét, hogy Bojtos Luca, az Operett Színháznak a művésze, az, aki rendez nálunk. Tehát egy teljes estét megrendezett ezekből a dalokból. Bojtos Luca játékmester mellett a csütörtök esti eseményen zongorán közreműködött Baja Mónika, gitáron játszott Csizmazia Zsolt.